Sziasztok, na jó, 12 vagyok, és ma Bedrói csatányát láthatjátok, FV304-es SPG-ben ülve. Tulajdonképpen egy szakasz csatáról beszélhetünk, és most borzadjatok el mindannyian, hárman vannak a szakaszban, és mind a hárman Artival jöttek. Ugye a Yellow Brotherhood klán tagjai, és pontosabban Polo R, illetve a 68 Dola, mind a hárman, ugye egy AMX-el, egy M44-essel, és ugye Bedroid pedig egy FV304-essel, amiről tudjuk, hogy rettentően gyorsan mozog, nagyon kicsi a lőtáv. Közben mutogatom nektek a lőszert, ugye azt az egyfajtát, amit ő hozott magával, aminek 4.50 az átlag sebzése. Be is szűkült rögtön erre a részre, tehát aki Arctic Region-en akar játszani, az most figyeljen nagyon alaposan, hogy honnan, hová lehet belőni, hiszen Bedroid ezt nagyon szépen megmutogatja mindannyiunknak. A kanyart lehet látni, csak ugye ebbe az a bibi, hogy a VZ, illetve a 110 nem megy előre, tehát onnantól kezdve majd spotot nem fog adni neki senki se, hogy már a kanyarig belásson, amikor meg már ugye ott átérnek, akkor már úgysem tudja őket lőni, tehát átteszi a tüzérségi helyet máshová. Egy IS-3-as, ugye a top tank, ráadásul úgy néz ki, hogy AFK. Tehát átjött erre a másik oldalra, és akkor itt vesz fel pozíciót. Van egy gödör, egy ilyen gödörszerű. És innen át lehet lőni az útra. Na, nézzük. Kikerül fókuszba az M6-os. Ellereszti a lövést, láthatjátok a célzó módon, hogy 2,2 másodpercen belül ér oda a lövés, és ez az M6-os végét jelentette. A spitzre céloz. Nem sikerült. Ja, általában érdemes ezzel a pici SPG-vel a puhább tankokra lőni, hiszen nem túl nagy a lőszer átütése, mindössze 57. milliméter, de a spitznek épp elég volt, hiszen csak egy 10 milliméteres kis kartondoboz. Nem túl nagyokat szedeget belőlük, de az folyamatosan és egymás után és bosszantó jelleggel, hiszen én is jártam már így, hogy egy FV szakasz csipegetett, hát 10 másodpercenként odavágták ezt a 120, 130, 140, 150-eket, hát nem voltam boldog. Hát most csak 42 volt. Nézzük a T25/2-es. És 1,8 másodpercen belül megsemmisült, amíg ugye odaért a lövedék. Ugye a többiek is nagyon szépen tudják erről a rész összedegetni őket. Az is 3-as. Hát, mint hogyha fölé lett volna, de mégsem talán. Na, akkor elébe egy lövés, 2 másodpercen belül milyen szépen lehetett látni, és hopp, hopp, hopp. Ismét egy áldozat, 4-nél tartunk. Hát, a Tigrisbe csak egy 6-ot sikerült belelőni. Hát, az nem sok. Ott az is. Ez körülbelül 2 lövés. Hát igen, 180, hát ha csak nagyon-nagyon nem fölülről megy, ugye puhább és ott be tudja ütni. Na még egy 56 HP. Ez elkerülte őket. Tíz másodperc. És hopp. Vége. És sajnos, ezt nézzétek meg, hát sajnos, nem sajnos, ugye az ellenfélről csak ugye vette a bátorságot, és itt feljött. Na most aztán nagy riadalmat kedve a szakasztársakba, hogy mindenki próbál menekülni, illetve próbálja ezt a csefit becélozni, de hát nem olyan egyszerű azért egy ilyen izgő, mozgó, rohangáló tankot eltalálni, még akkor sem, ha csak 13 HP-ja van neki, ha jól látom. És ez mind a két szakasztásnak az életébe került. És úgy látszik, hogy kitárazta magát, mert visszavonul.
Még itt megpróbálja még, hát ha esetleg, de ez egy picivel elébe ment. Ugye a sebzésünk nem túl erősen alakul, hiszen csak 712, viszont ugye 5 tankkal lettünk, mi gazdagabbak, illetve az ellenség pedig szegényebb, és ne felejtsük el, hogy ez sem megvetendő, hiszen egy HP-val is bír egy tank harcolni, és akár kiszedni 2-3-at is. A Csafi borzasztóan szerencsés volt, ugye megúszta ezt a dolgot, hiszen beszaladt, kinyírta az artikat, majd tovább robogott. A leopárd mögé próbál szerintem felzárkózni. És amit átbír előni. Igen, gyönyörűen. Ugye egész a Wargaming szerint ugye nagyon jó a beesési szöge ennek a kis tankocskának, hiszen egész nagy röppáját ír le a lövedék, tehát azért is van, hogy itt át tud lőni ezen a sziklákon, vagy ilyen dombokon, vagy kis hegyeken, nem is tudom, minek lehet ezt nevezni, hogy az RHM bánta ezt. Tigris P, hú, az épp a határomban 497 métert mutat a számláló. Chaffee pedig nézzük, hogy kire is ront rá. A Tigris 1-esre. Hát láttátok, hogy a Chaffee-nak 13 HP-ja volt, még a Tigris 1-esnek pedig 1500. Hát ez éppen csak, hogy elkerült a Pershinget. Most már közben ugye jó hátra toltott, hiszen láttuk, hogy öltötte a fát. És nézzétek, a Csafi még mindig küzd a 13 HP-jával a Tigris 1-es ellen, aki időközben már csak 900 HP-n van. Ki is gyújtották. Na, és igen. A vendetta a két szakasztásért. A Tigris 1-esnek beajánlnak egy törlést. Hát lehetséges, hogy igazuk van. Az FV rátámadt a Tigris 1-esre. Ah, 18 HP-t csippantott csak le belőle. Ráfordul a Tigris 1-esre, de a Hummel megelőzte, és kiszedte közvetlen közelről. Ez a két arti közé vágódott be, tehát nem sebezte őket. Hát szép lassan elfogyott a csapat, még a HP-k azért közel azonosak, hiszen egy nagyon pici van csak ide, egy pici előny. De ugye időközben 7 fregnél jár, vagy droid. Ú, mennyire utálhatják ezért. És nézzétek, jön az M4-es, vagy az M44-es az ellenfél részéről. De a Ferdinánd ugye kikapta még mielőtt befordult volna a kanyarba. Super Pershing az még ott van mindig a bázis környékén, jó játékos. Tehát a 97 HP, hát az nem sok, 416. A Ferdinándé. Ugye a Goldlöszerre tökéletesen át tudja lőni, ez ugye mögé vágódott be. Na, ha megáll, akkor vége. Most. Bum.
nagyon szépen sikerült kiszedni. Az FV időközben feljött ide. Ugye ő lesz a spotter, még a Hummel pedig valahol ugye arra vár, hogy a Ferdinándot, vagy pedig ugye Bedroidot becélozhassa. Nagyon jó átszaértéke rendelk, hiszen nagyon alacsony építésű tank, tehát kis profilja van neki, ezért nagyon jól el tud bújni. Ráadásul a pontossága is ugye nagy előnye. Közben nézzük, a töltési idő az 12,9 tized, hogyha egy 100-as legénységet rakunk bele, ez 10,68, ha lehet javítani. Ugye ő nála még egy picit a tea, amit a csapat iszik, a játék közben az ugye besegít. Hát nagyon pici látszódik ki belőle. Ugye a Ferdinánd is jól meg van csipkodva. És csak mellé ment, ugye nagyon több mint fele ugye a célkeresztnek ugye a benn van a sziklába, vagy hát ugye most már nem, mert titolatott, most elrepült fölötte. Nagyon mázista lövésnek kellett volna lenni, hogy az ott bemenjen. Most pedig ugye ki autózta a másik FV. Ezt is, ugye visszahúzolott addigra is. Hát a Hummelnek pedig nem okozott gondot a Ferdinándot kiszedni. Boom! A szikla mellett gyönyörűen el a lőszer, ugye oda, ahova kellett, az RNG ezt most nagyon adta, és ki is kapta a másikat. 2 perc 46, és van egy Hummel ellenünk, akinek tudtuk, utoljára ugye a G6 környékén láttuk. Onnan lőtt egyet, vagyis ott volt legutoljára felderít, vagy azóta hol lehet, azt bizony nem tudhatja senki. Kivéve engem, aki már ugye végignézte ezt a repit, úgyhogy én tudom, de ezt egyelőre nem árulom el. Hát mondhatjátok, hogy én sem vagyok jobb, mint az artisok, de nem baj, hamarosan meglátjátok ti is, 2 perc 11 múlva úgyis vége van a csatának, tehát itt vagy egy győzelem lesz, vagy egy döntetlen, vagy esetleg egy vereség. De a pool medál becsúszhat. Ugye ez egy blind shot, hogyha véletlenül még mindig ott lenne, de ha ez ott most betalált volna, akkor cheater jelzőt biztos, hogy megkapta volna, illetve a Wargaming felé kapott volna hirtelen vagy 10 darab feljelentést is. Kérdezik tőle a töltési időt. Hiszen valószínű, hogy sokkal gyorsabban töltött, mint az ellenfélni az FV, és ugye ezért is érdeklődnek, hogy hogy és miként lehetséges ez. Hát most ugye megpróbálja ezeket a szokásos arti helyeket, ahol az artik el szoktak bújni, mint ugye itt ez a lenti rész, esetleg ide szoktak jönni, vagy a fönt, ott a fák között, a túl a bázison, esetleg ott lehet, de mivel ugye átértünk az egy percbe, tehát itt már befoglalni nem lehet, egy dolgot lehet csinálni, hogy valamerre meg kell keríteni az artit, hogyha véletlenül akár visszahúzódhatott a gödörbe, akár már túl is mehetett, vagy itt lehet lent ebbe a még mélyebb gödörbe. Ha most itt belegondoltok, hogy itt ugye utak mennek jobbra-balra, lefelé, fölfelé, tehát és ugye ő addig vagy három kereszteződésen választott, hogy erre jön meg, megint erre, meg megint arra. Tehát így megtalálni egy másik artit, az eszméletlen nagy mázli.
Ugye most is mehetne fölfelé is például. És nézzétek, ott van. És jó irányba jött utána, jó irányba. Figyeljétek az időt, figyeljétek, 6 másodperc, 5 másodperc, 4, 3, 2, 1, eleresztett a lövés, és paf! Kikapta. Hát ez egy bizony, ez egy full medál, illetve egy tankász. Gratulálunk Bedroidnak. Azt mondja, hogy 1235 XP és 2098 volt a sebzés. Köszönöm a figyelmeteket. Artizzatok, hogyha van hozzá kedvetek, én Neo12 vagyok, és találkozunk legközelebb. Szerbusztok!